Topolyán a Dosszitei Obrádovics gimnáziumban található 9-es számú szavazóhelyen ismételték meg ma a köztársasági szintű voksolást. Az április 24-i választások alkalmával ebben az épületben két szavazókörnet urnáit is elhelyezték. Egy polgár véletlenül a 12-es helyett a 9-essel jelölt ládába dobta a szavazólapokat, ezért kellett megismételni a szavazást. A községi választási bizottság új felügyelőtestületet nevezett ki. Remélhetőleg ezúttal minden rendben lesz. Az eredményeket már ma este ismertetni fogjuk, mondja Predrag Petrovics, a községi választási bizottság alelnöke. Ma 685 szavazásra jogosult polgár szavazhatott Topolyán. Ugyanitt vasárnap is szavazónap volt. Akkor az önkormányzati választásokat ismételték 44%-os részvételi arány mellett. Változást szeretnék, mindegy, hogy kitől és mikor, csak forduljanak végre jobbra a dolgok, mondja ez a férfi. Egyébként április 24-én országos szinten Topolyán volt a legalacsonyabb a részvételi arány. A szavazásra jogosultak 48%-a adta le voksát.